2023 a legmelegebb év lett 1901 óta Magyarországon. Az évi középhőmérséklet országos átlaga 12,23 C fok a homogenizált és interpolált adatbázisunkon. A zöld jelölt lineáris trend markáns 1,5 Celsius fokos változást jelez a múlt század elejétől. Az évi anomália 1,5 Celsius fok az 1991-2020-as éghajlati normált tekintve. Az év legnagyobb részében a szokásosnál jóval magasabban alakult a hőmérséklet. A január télten leginkább a normáltól 4,5 Celsius fokkal, ennél enyhébb január csak 2007-ben volt 1901 óta. Jelentős pozitív anomáliát látunk szeptemberben és októberben is. Szeptember a legmelegebb, október pedig a harmadik legmelegebb volt. Csak a május és a június volt átlag közeli, még a szokásosnál csak az április volt több fokkal hidegebb. A 10 legmelegebb év között egy kivétellel csak az ezret fordulót követő évek jelennek meg. A legkorábbi és 1994-a 90-es évekből származik. A 2023 évi középhőmérséklet országos átlagban közel 0,2 Celsius fokkal meghaladta a 2019 az eddig legmelegebb év Ez a rangsor is felhívja a figyelmet a fokozódó melegedésre. Az ország legnagyobb részén 12 fok felett alakult az évi középhőmérséklet, az Alföld déli részén pedig többfelé a 13 fokot is meghaladta. Az Alpok alján és északkeleten 11 és 12 fok közötti átlagérték jellemző, míg 10 fok alatti területeket csak a hegyvidéki régiókban látunk. Két egymást követő száraz év után 2023-ban 25%-kal több csapadék hullott a normálnál. Az évi összegek sora nem szignifikáns, 3,8%-os csökkenést mutat 1901 óta. 2023-ban az évi csapadék összeg országos átlaga 767,3 mm-nek adódik. Ez a 8. legnagyobb érték a 20. század eleje óta. Hasonlóan csapadékos év legutóbb 2014-ben volt hazánkban. Kékestetőn hullott a legtöbb, 1406,6 mm, a legkevesebbet, 467,3 mm-t sámson állomáson mértük. 1000 mm-t meghaladó éves összeg csak a hegyvidékeken fordult elő, de az északi középhegység és a Dunántúl legnagyobb részén meghaladta a 800 mm-t. A legkisebb értékek az Alföld középső és déli részén rajzolódnak ki, de még ott is jellemzően 500 mm feletti mennyiségeket mértünk. Emlékeztetőül egy évvel korábban, a nagyon száraz 2022-ben még az országos átlag is 500 mm alatt maradt. A csapadék esetén is a január tértel leginkább az éghajlati átlagtól, a legcsapadékosabb január lett 1901 óta. A szokásosnál sokkal csapadékosabb volt a november és a december is november a 9., a december pedig a 10. legnedvesebb volt. Még száraz hónapnak csak a február és a szeptember tekinthető. A februári csapadék az átlag felét sem érte el. Augusztus 27-én mértük a legmagasabb hőmérsékletet Dévaványán, 39,5 Celsius fokot, a legalacsonyabbat pedig Zabaron, február 7-én. Mindkét helyszín gyakran szerepel a hőmérsékleti szélsőségek listáján. A legcsapadékosabb és legszárazabb mérőhelyeket említettük már, tetemes mennyiség 122 mm zódult le egy nap alatt kékestetőn június 6án. 2023- a heves viharokról válhat emlékezetessé. A ciklonok okozta szélviharok a tavaszi hidegbetörésekkel együtt már az év első felében jelentős károkat okoztak az infrastruktúrában és a mezőgazdaságban. A nyári fél évben egymást követték az zivatarrendszerek pusztító széllel majd december elején tapadó havas helyzet okozott fennakadásokat a közlekedésben és az áramellátásban. Rekordszámban 5 napon hat alkalommal adott ki legmagasabb fokú riasztást a meteorológiai szolgálat 2023-ban. Földi átlagban is a legmelegebb volt 2023, noha nem törvényszerű a hazai és a globális rekordok egybeesése. Szinte minden kontinensen átlagfeletti volt a hőmérséklet az éves átlagok Európa és Észak Amerika nagy részén és még számos más régióban is több mint egy Celsius fokkal magasabbak voltak a normálnál. 2023 a második legmelegebb volt Európában, 0,17% fokkal volt hűvösebb, mint a legmelegebb 2020. A tengerfelszín hőmérsékletek tartósan szokatlanul magasak voltak, Április és december között az időszakos átlag rekordszintet ért el. 2023 tavaszán a Laninja véget ért, és El Niño körülmények kezdtek kialakulni. Július végén El Niño állapot vette kezdetét. A példátlanul magas tengerfelszín hőmérsékletek világszerte tengeri hőhullámokkal jártak együtt. A 2023-as év rendkívüliségének legkorábbi jelei június elején kezdtek megmutatkozni, amikor is az iparosodás előtti átlaghoz viszonyított hőmérsékleti anomáliák többször is elérték az 1,5 Celsius fokot több egymást követő napon. Ezt követően az 1,5 Celsius fok feletti globális napi eltérések rendszeressé váltak olyannyira, hogy 2023-ban a napok közel 50%-a ilyen volt. A Meteorológiai Világszervezet felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem jelenti azt, hogy ezzel túlléptük a párizsi klímamágállapodás küszöbértékeit, mivel azok legalább 20 éves időszakokra vonatkoznak, de ez mindenképp egy meglehetősen rémisztő jel. Ilyen volt röviden Magyarországon és globálisan 2023 éghajlata. Még több hazai és globális éghajlati elemzésért látogassanak el weboldalunkra www.met.hu. Köszönöm szépen a figyelmet!